Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreiket röviden. Közgyűlés, fontos kérdésekben döntöttek a városvezetők az idei utolsó ülésen. Rendőrségi igazoltatás az ünnepek alkalmával is számítani lehet ellenőrzésekre. Csengettyű túra, óriási népszerűségnek örvend a kincskereséssel egybekötött szabadtéri program. Az idei esztendő utolsó közgyűlését tartotta meg szerdán Sopron megyéjogú város önkormányzata, amelyen fontos kérdésekben döntött a képviselőtestület. A 2022-es év nehézségei ellenére is a döntéshozók minden tőlük telhetőt megtettek, hogy döntéseikkel támogassák Sopron városát. A közgyűlés döntött többek között a jövő évi ülésnapok meghatározásáról, valamint a SOSZI igazgatójának helyettesítéséről. A Soproni Szociális Intézményben a vezetői teendőket idéglenesen Jós Bernadett látja el 2023. január 1-től a jelenlegi igazgató Pili Nikoletta távollétéig. A képviselők rendkívüli közgyűlés keretében szavaztak továbbá a gyermekétkeztetés díjtételeiről, mert az Európát sújtó infláció és a megnövekedett költségek miatt korrekciót kellett eszközölni. A közgyűlésen mindezek mellett döntés született a költségvetési rendelet módosításáról, valamint a város és az STKH Kft. Közötti bérleti szerződés megszüntetéséről, mivel a Harkai úti szemétlerakó telepen hulladéklerakás már nem történik, a terület utógondozásához a meglévő helyet pedig egy új szerződés megkötése indokolt. A napirendi pontok között szerepel továbbá a vízi közmű szolgáltatás állam általi átvételéhez szükséges további döntések meghozatala is, amely a jelenlegi szolgáltatás fejlesztése szempontjából jelent hosszú távú garanciát. Az Országos Rendőrfőkapitányság minden évben célul tűzi ki a közúti közlekedési balesetek csökkentését. A fő okok általában az elsőbségadás elmulasztása, sebességtúllépés, a szabálytalan előzés és az ittas vezetés. Alkoholos befolyásoltság alatt idén 350 gépjármű vezetőt szűrtek ki a közutakon Sopronban. Továbbra is rengetegszer fordul elő a magas pénzbírság és a zéró tolerancia ellenére is, hogy ittasan ülnek az autóban járművezetők. Sopronban és térségében is rendszeresen folytattak közúti ellenőrzéseket. 2022-ben 350 gépjármű vezetőt szűrtek ki a közutakon, mondta el Kovács József, rendőrlarezredes. A Soproni kapitányság 2022 évben jelentős mennyiségű ittas járművezetőt szűrt ki a közúti forgalomból. Ez a szám meghaladja a 350-et. Az ittasan okozott balesetek száma viszont csökkenő tendenciát mutatott ebben az évben, valószínűleg köszönhető ennek a nagy számú járműforgalomból kiszűrt ittas járművezetőnek is. A karácsony közelettével is ellenőrzésekre lehet számítani. Kovács József úgy fogalmazott, ez általában jelentős visszatartó erővel bír. Ismerik az emberek, és tudják azt, hogy a rendőrségnek ilyen feladata van, és több napon keresztül találkozhatnak velünk a közúton, ami azért jelentős visszatartó erővel bír. Mindamellett az ellenőrzéseink során a felderített ittas járművezetők zöme, az úgynevezett posztalkoholos állapot, amikor az adott gépkocsi vezető a járművezetés megkezdése előtti este akár italt fogyasztott, és úgy gondolja, hogy a szervezetében már nincs az alkoholfogyasztásból származó szeszes ital, és innentől kezdve ugye posztalkoholos állapotba került, tehát azt gondolja, hogy már kiürült, de még nem történt ez meg, és így ül gépkocsiban. Természetesen, mivel Magyarországon nulla az érték, tehát zéró tolerancia van a járművezetés megkezdése előtt fogyasztott alkohol tekintetében, így ezekben az esetekben is el kell járnunk a járművezetővel szemben. Az ünnepek alatt is megnő a járműforgalom, így több figyelmet kell fordítani a közlekedésben. A Soproni Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezet járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti. Viradásra buzdít az Országos Vérellátó Szolgálat. A biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében a vérellátó intézetek az ünnepi időszakban munkanapokon is nyitva tartanak, és hagyományosan meglepetésekkel is készülnek az önkénteseknek. Egy véradással három ember életét is megmenthetjük, ezért fontos, hogy a téli hónapokban se feledkezzünk meg a segítségnyújtásról. Naponta mintegy 1800 véradóra van szükség az országban ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmények rendelkezésre álljanak. Ebben az idő
időszakban, úgy, mint a nyári időszakban is fontos az új díjadók bevonása ebbe a mozgalomba. Másrésztről jön a karácsony. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez az az időszak, amikor egy beteg ember gyógyításához hozzájárulva biztosan a legszebb ajándékot tudom adni valakiknek, illetve valakinek. A véradó kedv és a vérellátása megyénkben szerencsésnek mondható, hogy egy bejáratott rendszer alapján működik, és éppen ezért az ünnepekre is mindig vannak rátervezések, területekről beszállítások, hogy a ünnepeket is békésen tudja mindenki otthonában tölteni, a beteg emberek gyógyításához szükséges vérkészítmények pedig rendelkezésre álljanak. Sopronban rendkívül magas a véradói aktivitás, mely nagy mértékben hozzájárul a vérkészlet stabilitásának fenntartásához. Az éves tervünk november végéig 5170 fő volt, és ezzel szemben 6742 fő nyújtotta karját véradásra, és ebből 700 új véradóval büszkélkedhet Sopron területe. Áldott békés karácsony ünnepeket kívánok Sopron terület véradóinak és véradás szervezőinek, illetve munkatársainak, akik ebben a mozgalomban részt vesznek. Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Fontos, hogy a véradásra indulók fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot, valamint vigyenek magukkal személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát. A Soproni Területi Vérellátó Intézet december 28-án és december 29-én is várja a véradókat. Szemedgyönyör köttető teás készletek, díszszárgyak, ékszerek, figurák kerülnek ki a Sopronban élő Krigné Puskás Ilona porcelánfestő kezei közül, aki a világ leghíresebb porcelánkészítő manufaktúrájában Herenden tanulta ki szakmája fortéjait. A porcelánfestő 4 évtizeddel ezelőtt kezdte pályafutását festőtanulóként Herenden, már a szakmájának egyik legelismertebb tagjává vált. Soproni műhelyében csodaszép karácsonyi díszek, tálak, kiscsengők, angyalkák, ékszerek, étkészletek készülnek. Erre az ünnepkörre már hónapok óta készül. Nagyon sok dísztárgyat készítettem az idén, ami újdonság. Formailag ugye mindig alkalmazkodom a dekor stílusához. Az idei nagy kedvenc egyébként a naturalista festésnek a dekorjai, ugye a természetből inspirálódva jönnek ilyenkor karácsonyi dekorok, ami a tobozok, magyalág, madarak festése, kisállatok festése, ez az idei sláger. Egyébként meg megmaradnak a tradicionális stílusban festett dekorok, ugye itt formailag alkalmazkodom a porcelán formájához, hogy harmonikus legyen a dekor, harmonizáljon a porcelán formájához. Mintáiban szívesen alkalmazza a tradicionális motívumokat, de szereti a keleti, hagyományos japán vagy kínai díszítő elemeket is. Ahogy a porcelánfestő meséli, a nyugalom szigete, amikor lejön a kis műhelyébe, és életet lehel az ecsettel a finom fehér anyagra. Abban a pillanatban, amiben dolgozom, az mindig izgalmas, és nem tudok így különbséget tenni. Mindig megélem azt a pillanatot, és az, amiben éppen dolgozom, az mindig örömmel tölt el. Akik szeretnének belekóstolni ebbe a szép alkotói folyamatba, azoknak jó hír, hogy a porcelánfestő a soproni kézműves műhelyek keretein belül foglalkozásokat is tart felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Iskolai partnerség keretében hunyadis kisdiákok és tanítóik látogattak a napokban Kismartonba. Az első találkozón együtt játszottak és kézműveskedtek osztrák és magyar tanulók. Az együttműködés célja, hogy a diákok megismerkedhessenek a szomszéddal. A soproni Hunyadi iskolában németül, Kismartonban pedig magyarul tanulhatnak a gyerekek. A partnerségnek köszönhetően azonban nem csak egymás nyelvét, hanem egymás kultúráját is megismerhetik, közös élményeket gyűjthetnek, barátokra tehetnek szert a szomszédországban. 6. alkalommal szerveznek kincskereséssel egybekötött túrát, mely óriási népszerűségnek örvend. A kellemes, akár kisgyerekekkel lejárható útvonalaknak ezúttal is a lőverek ad otthont. A Csengettyű túra mindamellett, hogy remek kikapcsolódás, izgalmas játékokat ígér a résztvevőknek. A program december 23-a és január 15-e között teljesíthető. A lőverek havastáján amúgy is kellemes sétálni, de ha még közben erdei manókkal is találkozhatunk, úgy még izgalmasabb.
A csengettyű túra rendhagyó lesz, mert nem adnak meg konkrét útvonalat, hanem csak állomásokat. Már elkezdték kihelyezni az útjelzőket a Vasvillás kutató szakkör tagjai tanáruk felügyeletével. A kincsvadászat december 23-án indul. Az állomásokat bemértük GPS-szel is, illetve ilyen kis mókás gyerekeknek ilyen kis mesés leírással adtuk meg az egyes állomásoknak a helyét, és ez alapján kell őket felkutatniuk. A csengettyűket három irányban helyeztük el, három különböző hosszúságban, hogy kisgyermekes családoknak is legyen kényelmes ilyen 2-3 kilométeres szakasz. A csengettyűk pedig minden irányban egy-egy manólakhoz vezetnek. A tanulókkal előzőleg elkészítettünk ilyen kis manó ajtókat, kis előtérrel, illetve készültünk ajándékkal is a túrázók számára. Aki elvégzi, teljesíti a túrát és elküldi a feladatlapot a megadott e-mail címre, azok között ajándéktárgyakat fogunk kisorsolni, akik pedig meglepnek minket fényképekkel is, amiknek nagyon szoktunk örülni, azok között pedig kisorsolunk egy saját készítésű dekorációs manóházat. A túra a Károly kilátó parkolójából indul. A feladatlapokat ott vagy az erdei büfében lehet felvenni. A programsorozat mostani eseménye is a kutatóprogram, a Tanulmányi Erdőgazdaság és a Magyar Madártani Egyesület támogatásával jön létre. A túrák, hála Isten, ugye a járvány időszakban kezdtük el, akkor jött az ötlet, hogy esetleg az emberek örülnének egy ilyen lehetőségnek. Általában ilyen 3-400 résztvevője van a leadott feladatlapok alapján, úgyhogy reméljük, hogy ez a túra is sikeres lesz. És mint mindegyiknél, itt is egy kicsit becsempésztük a madarakat, hiszen az iskolai programunk az tulajdonképpen madarászásról szól. Így a csengők mellé elhelyeztünk egy-egy régi képeslapot. A képeslap hátulján karácsonyi szimbólumoknak a rövid leírását olvashatják a túrázók, a bélyek helyére pedig a tanulók által készített fotókon egy-egy madárportré látható, és be kell azonosítani az adott madárfajokat. Ehhez a feladatból lesz egy keresztrejtvény, amit meg kell fejteni. A programról részletesen a www.madarászprogram.hu oldalon lehet olvasni. Győzelemmel búcsúzott az évtől a Sopron KC a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság 13. fordulójában. A soproniak a Nyíregyházát verték hazai pályán. A végeredmény 90-49 lett. Sok volt a pontatlanság a mérkőzés első perceiben, ami a vendégeknek kedvezett, és a harmadik percben még csak 2-5 állt az eredményjelző. Jones triplája után már 14-5-re mentek a hazaiak. A játékképe nem változott, a negyed végéig 4 pontos hazai előnnyel várhatták a csapatok a folytatást. Úgy nézett ki a második negyedben, hogy továbbra is fej-fej mellett haladnak majd a csapatok, nem fog nagyobb különbség kialakulni. A nyíregyháziak játéka teljesen szétesett, és a félidő utolsó 5 percében a soproniak produkáltak egy 16-0-ás rohanást. A harmadik negyedre sem sikerült magát összekapni a vendégcsapatnak, egyre csak nőtt a különbség a két együttes között. A 27. percben Mornár közelije után 59-28-nál a 30 pontos különbséget is átlépte a Sopron. Az utolsó etap már csak formalitás volt, a különbség azonban nemhogy csökkent volna, a hazai csapat tovább tudta növelni előnyét, 40 pont fölött is vezettek. A mérkőzést büntetők zárták, végül 41 ponttal nyertek a soproniak. Az együttes legközelebb 29-én játszik a Deac otthonában. Szükség lesz az esernyőkre, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Kövesdi Szilárd, a Gyesebb ZRT vezérigazgatója lesz. Majd az Egy Hetet című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken már több helyen megélénkül a délnyugati szél, a változó mennyiségű felhőzetből előfordulhat eső. Szombat hajnalban többfelé, napközben már csak inkább a déli-délnyugati tájakon fordulhat elő kisebb zápor, eső. Fagymentesnek ígérkezik az éjszaka, míg délután 7-13 fokra van kilátás. Karácsonykor sajnos marad az enyhe idő, havazásnak nincs esélye, ellenben kevés eső előfordulhat. Fokozódni fog viszont a köd hajlam.